Jó estét! Bemutatok egy eladó BMW 2-es Grand Coupé-t. Ott a törzskönyve, két kulcsa, forgalmia, azonnal elvihető. Az autó Magyarországon újonnan vásárolt, amit egy forgalomvonal lehet megállapítani, hogy van a B betű, az az első forgalombajezés, ez országtól függetlenül. És van az I betű, az pedig az első magyarországi forgalombajezés. Hogyha a kettő megegyezik, akkor azt Magyarországon újonnan vásárolták. Ott az alvásszáma, vagy a rendszáma, ez alapján akármelyik BMW-ben leinformálható. Végig ott volt szervizeltetve. Full LED lámpák. De igazából, a lényeg az elejénél van. Vannak ilyen kis, finom kis BMW feliratos fényszőnyege. Világító kilincsek. Majd a belső világításról is mondok érdekességet, mert csak ebbe az autóba található meg ez a féle világítás a BMW-nél, meg az egyes BMW-be. Igazából hibátlan, soha nem volt fényezve. Nincs rajt horzsolás, horpadás, karcolás, semmi. Ez egy szinte új autó. Most már a téli gumik vannak fenn, de erre van nyári gumi is. Szóval egy felni, kétféle gumival. Itt ez nem hiba, hanem csak valami piszok volt ott. Na, hát az eleje. Ritkán látni ilyen BMW elejű autót. Minden fekete rajta. Ott van neki érzékelője. És lakfekete minden, minden. Itt igazából lehet úgy is hívni ezt az autót, hogy a modern kori saktábla, mert maga az autó fehér, és az összes kiegészítő lak fekete rajt. Nincsenek krómozott dolgok. Ez egy ilyen különleges példány. És hogyha megnézzük, akkor a lámpának a belseje is sötétített. Illik az autónak az elejéhez. Innen már rögtön lehet látni, hogy van head-up display. És az ablak keretek is feketék. És itt hátul a plusz kiegészítők. A kifogó is fekete, ott az az alsó rész is fekete. Itt fenn ez a csík is fekete. Ez egy nagyon jó ízlésesen összeválogatott autó. Nyilván a napfénytető is fekete, így kívülről. És most nem mutatom a voltérfigyelő, után az autó belsejét. Elől-hátul keret nélküli ajtók, és a kis varázs. Én nagyon szeretem ezeket a kis apró harmonikus dolgokat, és vannak ilyen rejtett finomságai. És az ülés, mindjárt megvilágítjuk.
Ez nagyon nem fekete, hanem nagyon sötét szürke, és kék cérnával van varva az összes díszvarrás. És harmonizál, mindjárt mutatom jobban. Elektromosan állítható ülés. És ez a belső része, ez szövet, ez a külső része, ez pedig bőr. És a szövetnek is van kék díszvarása, ilyen díszítése, úgymondva. És a kék cérna az mindenhol visszaköszön a könyöklőn, mindenhol a fejtámlákon, mindenhol. Itt az ajtókárpiton is. Többféle díszvarrás van. Hogyha valaki szereti ezt... Hoppa, köszöbbet még nem tudom. Ha valaki szereti ezt a... Nagyon, hoppá, nagyon finom harmóniát, akkor, mert ez nem feltűnő, akkor ez neki biztos tetszeni fog. Igazából az autó belülről is pont olyan, mint kívülről, hibátlan. Authentic-től lett vásárolva újonnan. Ez Győrben. Ez a győri BMW szalon. Ott a BMW-nek az MS logója. És mindjárt megmutatom, visszahúzom a tetőt. Ez dupla tetős. Az azt jelenti, hogy van a... Ez a hátsó, ez a kisebbik rész. Ez fix. Az első pedig buktatható és nyitható vagy elhúzható. Bal első ülés az memorizálható. Elektromosan behajló tükör. És automatán el is sötétülő. Az automata lámpakapcsolás. Itt az automata reflektornak a gombja, itt a tempomat, Érdemes ezt a videót megnézni okos tévén, mert a YouTube az lerontja az én videómnak a minőségét. Az okos tévé meg alapból szebbé teszi a képeket, úgyhogy ott sokkal jobb a minőség. Ezt a... az első kezdőképernyőt, ezt én tudom konfigurálni. Telefon tükrözés, CarPlay. Következő szerviz 2023. 7. hónapban.
Ebből háromféle hifivel lehet rendelni a BMW-t. Mutatom így is a hangulatvilágításokat. Ez mindenhol van, elől, hátul. Így. Háromféle hifivel lehet rendelni. Van az alap hifi, van a középső hifi, az a BMW-nek a prémium hifije, és van a harmankardon hifi. A harmankardon hifinek van megjelölése, és itt így szokott lenni, hogy harmankardon felirat. Az alap hifi és a BMW-nek a prémium hifije között kinézetre nincs semmi különbség, nincs megnevezés, viszont van egy árulkodó jele, hogy itt ebbe a kis háromszögbe van a hangszorórács. Hogyha ebbe a kis háromszögbe van a hangszorórács, akkor az azt jelenti, hogy a BMW-nek a prémium hifije. Ez a harmankardon, hogyha 10-es skálán 3-ason szól jól az alap hifi, akkor a BMW-nek a prémium hifije 8-ason szól, a harmankardon meg 10-es. Nem sok különbség van a harmankardon, van, de nem sok különbség van.
Van háromféle kijelzőmód. Sportból van sima sport, ott jobb alul írja sport individuál, ez a kettő, van komfort, van Eco Pro individuál. Fogyasztás az ne legyen megtévesztő, az autó most lett lemosva, és itt már régóta egy helyben jár. A fogyasztás az kb. Úgy alakul, hogy 4,2. Hogyha én most tegyük fel, megkerülöm a Balatont, akkor ilyen 4,2-4,4, hogyha nem autópályán megyek. Ha már autópályán megyek, akkor ilyen 4,8-4,9-5, attól függ, hogy a szabályt mennyire tartom be, de 130 tempomat az ilyen 5 környéki fogyasztás. Az biztos, hogy nincsen olyan ember, aki 6 liter átlagfogyasztás felett járna ezzel az autóval. Lehet is látni, hogy egyfolytában megy fel a fogyasztás, mert hogy itt jár egy helybe. Hát így akkor röviden ennyi. Akármilyen kérdésük van, hívjanak nyugodtan, igyekszem segíteni. Viszlát!